A Kortárs Magyar Galéria októberi kiállítását 12-én pénteken 18 órai kezdettel nyitják meg. A rendezvény látogatói Luzsica Lajos Árpád festőművész és Luzsica Fanni fotográfus alkotásait láthatják. A tárlatot Tóth László író, valamint Lőrinc Zsuzsa festőművész nyitja meg. Az érdeklődők a kiállítást november 2-ig tekinthetik majd meg a Vermes Villában. A Tarka Lepke Báb Fesztivált október 13-án, szombaton 13. alkalommal rendezik meg a hagyományos helyszínen, a Városi Művelődési Központban. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik. Fellépnek a gézengózok, a virgoncok, a tikiriki, a tátika, a tekergők és a figyfirigy bábcsoportok, valamint a kemence egyesület. A gyerekeket a délelőtt folyamán kézműves foglalkozások és ügyességi játékok is várják. A Győri Filharmonikus Zenekar 2018-19-es Dunaszerdahelyi évada október 16-án, kedden 19 órakor kezdődik el. A koncert helyszíne a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme lesz. Az est során klasszikussá nemesedett örökzöld slágerek csendülnek fel szimfonikus zenekari kísérettel. Vezényel Silló István, közreműködik az ismert magyarországi előadó művész Nyári Károly.